Diákigazgató választás volt, és én azt hiszem, hogy most itt bevezetőként Funk Iván megtapsolhatjuk. Aki tulajdonképpen aztán történelmet írt az iskola életében, hiszen hát nem tudom, hogy én mennyire emlékszem jól a múltra, az iskola történetének első diákigazgatója volt. Nos, 1994-ben jóval nagyobb volt a harc, mint tavaly, hiszen tavaly egy utolsó pillanatban hirdettük ki, és nem volt igazán ideig a csapatok kampányra. Idén egy hétig azt hiszem elég nagy felfordulás volt itt az iskolában, és remélem mindannyian örültetek annak, hogy valami megmozdult végre az iskolában. Igazán nagy élet volt, igazi diák élet volt, és azt hiszem, hogy mindhárom induló mindent megpróbált és mindent megtett azért, hogy győztesként fusson be. De hát ahogy lenni szokott, igazi győztes azt hiszem csak egy lehet, de a másik kettőt sem lehet azt hiszem vesztesnek tekinteni, de csak egy vesztes van, ugye a vesztesek, akik lehet, hogy nyerő, de ezt nem árulom még el. Nos tehát, hogy most már nem tudom, minden ideg beteg, jó van, ennek örülök. Tehát akkor annyit még bevezetőként, hogy a hatalmat, tehát az igazgatói hatalmat Hóbert Jánosné fogja átadni, nekem is tanár úrnak sajnos el kellett menni, hogy ő fogja. És akkor végül térjünk az eredményhirdetésre. 629 érvényes szavazat érkezett, ami azt jelenti, hogy szinte az egész iskola szavazott, ennek igazán örülünk, tavaly nem volt ekkora számban szavazás. A megoszlás a következő: 133, 212 és 284. Tehát így alakultak a szavazatok. Először akkor mondanám a harmadik helyzetet, aki nem más, mint Iván Gabriella. Először akkor mindenki tudná, hogy ki győz, így most inkább a győztesnek a nevét mondom. Tehát, hölgyeim és uraim, 1994-ben 284 szavazattal a Szent István Közgazdasági Szakközépiskola diákigazgatója nem más, mint Én, Becker Csaba. A mai napon
A Szent István Közgazdasági Szakközépiskola. A Szent István Közgazdasági Szakközépiskola. Archív fotóalbumára esküszöm. Archív fotóalbumára esküszöm. Hogy megválasztott diákigazgatóként. Hogy megválasztott diákigazgatóként. A rám bízott. A rám bízott. Hányatott sorsú. Hányatott sorsú. Tanári kar élén. Tanári kar élén. Legjobb tudásom szerint fogom. Legjobb tudásom szerint fogom. Jeles iskolánkat irányítani. Jeles iskolánkat irányítani. Szívemmel és lelkemmel. Szívemmel és lelkemmel. Valamint a testemmel is. Valamint a testemmel is. Szolgálom a diákok érdekeit. Szolgálom a diákok érdekeit. Nem hagyom magam megdönteni. Csak ha eljön az ideje. Csak ha eljön az ideje. Addig is igyekszem betartani meghirdetett programjaimat. Addig is igyekszem betartani meghirdetett programjaimat. És megenni. És megenni. Amit főztem. Amit főztem. Mindig szúrós szemmel járok. Mindig szúrós szemmel járok. A lókósokat elgáncsolom. A lókósokat elgáncsolom. Ha kell, megintem. Ha kell, megintem. Türelmes leszek és bölcs. Türelmes leszek és bölcs. Vagy nem. Vagy nem. Éjjel keveset alszom. Éjjel keveset alszom. De sietek álmodni. De sietek álmodni. Mert szükségem van a párnára. Mert szükségem van a párnára. Ha eljön a búcsú ideje. Ha eljön a búcsú ideje. A hatalmat könnyű szívvel átadom. A hatalmat könnyű szívvel átadom. Nem fogok sírni. Nem fogok sírni. A nyilvánosság előtt. A nyilvánosság előtt. Addig viszont. Addig viszont. Két napon keresztül. Két napon keresztül. A diákoké a suli. A diákoké a suli. Iskolának a kulcsát, amit két napig nagyon kell őrizni, nehogy valaki elkopja tőlem, mert akkor sajnos a mandátumnak vége. Iskola vezető is.
mielőtt elindulna a menetek sorsolás zajlott a Zero Kategorizáló Szönyállat protokolla, a büfében a Coca-Cola cég ajándékai az új igazgató fogja átadni a kisorsolt ajándékokat, majd megosztottak hozzá, jó? Ez egy kis türelmet, értékes díja, a futballadától a sportáskáimmal, kéthetes kanári szigetnek, hogy ez egy másik történet. De haladjatok, ne menjenek el, ne menjenek el a kérdésre. Ne menjenek el, halló, halló. Még ne menjetek el, még mindig kérem. Ne kértek talán valamit, hogy ne menjenek el. Nincs így, akkor tegyük félre neki az ajándékát, majd megkapja volna. Egy Coca-Cola sapka, fantasztikus. Ja, Ágnes, német tanárnő. Nincs itt ősen, nem tudta, sapka. András utat, Tinka, harmadik év. Egy póló, az igazi. Patinka. Volna egy kompromisszum a sepetem, hogy aki nincs itt, az sosem újra. Jó? Nem? Jó, menjünk akkor tovább. Szilágyi Tibor, második D. Sapka, Szilágyi Tibor. A lókosok, hát vagy az igaz, akkor szúros nem elgáncsolja őket. A lókosok. Maros Kártya, második D. Gyere, kiírte. Egy Coca-Cola óra. De dögös. Már nem az óra. Meg kellett mondni. 3A. 3A. Beteg. Elment. Tóth Roland, második szép. Lesz Roland, lesz. Gratulálunk Roland. Egészségedre. Teros Katalin, első nép. Katalin. Tapsoljátok meg, gratulálunk. Niki Manolót is gratulálok. Kriszti. Simó Veronika, második év. Simó Veronika. Hol van a Simón? Hol Simón? Nincs itt. Nincsen Veronika. Jó, ők elégnek. Ismételtem Maros Kátya, a második járulat. Igen. Szerintem gyerek is marad is itt, mert van értelme. Kis Orsolya, második cél. Köszönöm.
Egyébként annyit tudni kell, hogy a Kovakorté képviseletében Szelecki Katalin van itt, úgyhogy tapsoljuk meg a Katalin. Meriár Gyula, három, harmadik év. Mezsi. Mezsi. Mezsi él, Mezsi él. Mezsi él. Gratulálom. Az ebédet ebből lehet tenni, a másik helyen. Köszönöm. Inga, harmadik D. Inga. Kim. Írjunk fel akkor. Mindig kólás doboz. Hegyezet. Igen, hátszásban. Bala Lajos, harmadik el. Kellemes hegyezés kívánok. Úgy látszik, a sok kulborék az nem hátrál. Bűfizni szoktál utána? Szeretne? Hol lehet jön? Lajci Endre, első D. Lajci. Marga Eita, negyedik A. Úgy tűnik kifújt, és akkor Marica.